Aerobik, torna és röplabda, többek között ezek a sportágok is bemutatkoztak a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium nyílt napján a Don Bosco Sportközpontban megrendezett sportprogramon. A bemutatót megelőzően az intézmény igazgatója és lelki vezetője tartott tájékoztatót az érdeklődőknek a 2017-18-as évben induló osztályokról, a beiskolázási rendszer változásairól és a nyílt napról. Újféle osztályt indítunk, jövőre ugyanis 7 évfolyamos nyelvi osztállyal bővítjük a palettát, tehát a 6 évfolyamos mellett egy 7 évfolyamos osztály is megindul, ahol első évben az óraszám kétharmadában angolt fognak tanulni, és célja ennek az osztálynak, hogy az itt töltött 7 év alatt már a második nyelvből is megszerezzék minimum a középfokú nyelvvizsgát. Fontos még az, hogy az osztályunk döntő többségében most már csak felvételivel, írásbeli felvételivel lehet bejutni, ez alól egyelőre kivétel a 6 évfolyamos képzés. Ez pedig már a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium épülete. A tájékoztatót és a látványos bemutatót követően ide vonultak át az érdeklődők, akik két általuk választott tanórát tekinthettek meg. Azt szokták mondani, hogy egy jól sikerült kísérletet nem ismétlünk meg, de bízunk abban, hogy ez a kísérlet ez újra meg fog valósulni. Ez éppen egy fizika óra volt, de a nyílt napon résztvevők látogathattak ezen kívül biológia, német, történelem, valamint további nyelvi és művészeti órákat is. Petróczi Gábor azt mondta, a gimnázium életében minden évben kiemelt jelentőségű a nyílt nap, hiszen ilyenkor nem csak a szülőknek, de leendő diákjaiknak is megmutathatják az intézményben folyó oktatási munkát és közösségi életet. Hozzátette, meglepetés volt számukra, hogy idén a korábbiaknál jóval nagyobb számú érdeklődő jelent meg a programon. A nyílt nap mindig egy új évnek a kezdete, mindig előre kell gondolkodni, és mindig előre kell bemutatni a lehetőségeket. A gimnáziumban ez most valóban egy új jelenség, mivel a sportközpontban tarthatjuk a nyitót, és hát el voltunk képedve, hogy legalább kétszer annyian jelentek meg, mint az eddigiekben, 400-500 érdeklődő volt. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 2011-ben jött létre, azonban elődje a Ságvári Endre Gimnázium 1962-es alakulásától számítva 54 éve működik a régió meghatározó középiskolájaként.